Tulajdonosi engedélyt kért a Kecskeméti önkormányzattól az Intertanker ZRT a 2019-ben átadott busztelephely fejlesztésére. A bővítések és átalakítások a napi működést fogják javítani és gyorsítani. Az Intertanker a korábban beszerzett 25 darab Mercedes Citaro hibrid csuklós autóbusz mellé a megújult flottában 20 darab Mercedes-Benz Connecto és 25 Mercedes-Benz Reform 500 ele buszt szállított le és állított forgalomba. Azonban a telephelyen eredetileg csak 55 hely van. A teljes flotta kényelmes elhelyezéséhez további 15 parkolóhelyre van szükség, emellett a kerítésen belül található buszforduló kiszélesítését is felvetették. Ennek köszönhetően a nap végén mindkét irányból tudnának tankolni a járművek az üzemanyagkutaknál. A szolgáltató cég tervezi egy 50 férőhelyes parkoló kialakítását is a kerítésen kívüli önkormányzati területen, hogy ne a füvön kelljen parkolnia a munkatársaknak. Továbbá szükségszerű lenne a javító és a karosszéria javító csarnok leválasztása, mert csiszoláskor a finompor átszáll a javító műhelybe. Az átalakításokra, javításokra érkezett árajánlat szerint a módosítások nettó 58,5 millió forintba kerülnek, mivel a telephely uniós projektben valósult meg, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól is állásfoglalást kellett kérni, a válasz megerősítő volt. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az Intertanker között így módosították a közszolgáltatási szerződést, amit Szemerei Népataki Klaudia polgármester is jóvá hagyott.